Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, ahol most nem más lesz, mint Granny-nek fogjuk a titkos bázisát megkeresni, lehetőleg a Minecraftban, legalábbis nagyon remélem, hogy meg fogjuk találni. Elvileg majd igen, ott vannak a sárga gyapjuk, és majd azt kéne elvileg követnünk. Na szóval srácok, van egy eléggé nagyon király bejelenteni valom. Igazából elsősorban az, hogy ott leszünk nagyjából, én sajnos nem leszek ott, de eléggé sokan úgymond a Mindside-ból és a Mindside vezetőségből Levi ott lesznek úgymond a budapesti Play IT-n, szóval ha esetleg akarnál velük találkozni, akkor mindenféleképpen gyertek el, vagy gyere el ugye a budapesti Play IT-ra, ez tőled függ, hogyha el szeretnél jönni és szeretnél velük találkozni, akkor nyugodtan gyere el, és megtaláltok majd ott, nem tudom, hogy hány óra körül, azon most ezt fejből így nem tudom, de a lényeg, hogy megtaláltok, azt hiszem, hogy olyan három, vagyis hát megtaláltjátok úgymond a Mindside-osokat, igen. Ez egyik nagyon nagy hír. A másik, hogy készülőben van egy Mindside-os zene. Igen, jól hallottátok, egy Mindside-os zene készülőben van. Sőt, ami azt jelenti, már kész is van. Már csak a ilyen klipféleséget kell majd felvenni mellé, és ki is fogjuk majd publikálni. Az én csatornámon is kín lesz, meg majd az illetőnek a csatornán is, aki csinálta. Ez még egyenlőre, még azért ilyen kis kulissza titokféleség fog maradni, de nagyon remélem, hogy várjátok, mert én rettentően izgatott vagyok, mert most így konkrétan még ma hallottam először, hogy ez mi. Elvileg ez a zene már azért kész van egy jó ideje, de ma hallottam egy elsőnek, és egyszerűen ledöbbentem, hogy ez így wow. Ez egy kedves Mindside-os hát youtuberünk, régi ismerősünk írta nekünk, szóval tényleg rettentő király lesz, aki esetleg várja, az igottan dobjon egy lájkot, vagy írja le a kommentbe, hogy mennyire várja. Lehet, hogy majd egy ilyen kis 5 másodperces ilyen kis cuccot, ilyen promót majd ki fogok róla rakni majd valamelyik YouTube csatornámra, hogyha esetleg szeretnétek, hogy rakjak ki róla, akkor azt is írjatok le a komment szekcióba, mert akkor lehet, hogy még a mai napon majd egy ilyen kis 5 másodperces cuccot kirakok róla. Na de induljunk is el a sárga gyapjú fele, egyszerűen csak ezen járom úgy az agyam meg az eszem, mert annyira de nagyon izgatott vagyok ez miatt, hogy az valami lenyűgöző. Na de nézzük, hogy mi lesz itt, kíváncsi vagyok, hogy Granny-nek azért a bázisán mi lesz, ugyanis ő eléggé régi karakter, és már nagyon-nagyon rég találkoztunk vele, lehet, hogy nem is nagyon találkoztunk, sőt, nem is találkoztunk még vele, vagy de egyszer egy soha ne válaszdos videóban azt hiszem, hogy találkoztunk már vele, igen, de az körülbelül olyan 5 hónapja, 6 hónapja lehetett, nagyon-nagyon régen, szóval kíváncsi vagyok, hogy azóta mennyit változott, mi történt vele, hova került, milyen helye van, hol van egyáltalán, vagy bármi. Szóval ez remélhetőleg majd azért hamarosan ki fog derülni, hogyha követem ezeket a sárga gyapjukat, csak abban reménykedek, hogy nem nagyon fognak itt mobok spamdolni, mert az eléggé hajnalodós idő van, de hát majd ez remélem, hogy ki fog derülni. Amúgy jó messze van, halljátok, már nem tudom mennyi ide jövök, de még mindig nem jutottam oda, viszont itt a látom, na várjatok. Igen, itt jól láttam, hogy aha, igen, ott lesz valami, jól láttam, na, menjünk át itt a vízen, ahogy látom, itt át van építve ez a sárga cucc, igen, ott is van valami, nem tudom, hogy ez mi, ezt tudjátok, mire hasonlít, srácok, soha ne válaszdoknál szokott lenni, tudjátok, a nagy csatornában ilyen barlangok. Aha, mennyi feliratkozója van a Dani Game csatornának, aha, ez egy ilyen kvíz lesz, na várjatok, igen, mennyi feliratkozója van a Dani Game csatornának, ugye ennek? Hú, na ezzel nagyon megfogott, ugyanis nekem naponta rengeteget változik ezen a csatornán a feliratkozó számom, srácok. És ezt amúgy nektek köszönhetem, szóval tényleg nagyon szépen köszi. 10.356 vagy 10.956, ez természetesen, ezt gondolom, ez mostani időben. Szóval amikor most nézitek, lehet, hogy már valamennyivel több lesz. De szerintem a 956-os... valószínű, mert emlékszem, hogy igen, jó, mert emlékszem, hogy már nagyon közel jártam ott, vagy járok ugye a 11.000-hez. Szóval, ja, kinek a titkos bázisát találta meg előbb, PGT Dani? Vasember vagy Gumball? Hú, ezt gondolkodnom kell. Amúgy esetleg, aki tudja a választ, srácok, az nyugodtan írja le a kommentbe, vagy ugye a live chatem. Ezzel is tudtok segíteni, meg csapostok egy lájkot, azzal mindig bíztattok. Hát én bekockáztatom Vasembert, de rossz válasz, tökéletes, és ilyenkor, ó, de jó, ilyenkor csináltam előre az egészet, jó, ez csak nem fog annyira sok időbe telni, akkor ennyi erővel mindegyiket végigpróbálgathatom, hát akkor Gumballnak volt, de amúgy most így eszembe is jutott, hogy tényleg Gumball. Icuka dimenzió kapuja milyen színű volt? Felülzöld, alullia, lila, vagy felül lila és alulzöld? Na jó, nem már. Most ezt komolyan ilyeneket kérdeznek? Ez még akkor lenne nagyobb szivatás, hogyha rosszul megyek, akkor meghalok, vagy valami.
Srácok, az a gond, hogy ez ugye nem élő videó, szóval nem tudom most még a segítségeteket kérni. De megtippeljem a felülzöld alul lila. Jó, tippelek srácok, mert ó, bejött. Na, király, akkor felülzöld alul lila. Ezt jó tudni, mert amúgy alapból nem esett volna nekem. Mi a fakard ID-ja? 268 vagy 269. Na jó, egy ID-t kell komolyan megtippelnem, akkor mit tudom én, a 276-os a gyémánt kardé. Akkor azután jön a vas kard, vagy ez akkor se jön ki. Akkor azután jön az arany kard, vagy hát akkor megpróbálom a 269-es-e rossz válasz. De jó, jó, nem baj, nem baj, most már tudom. Jó, oké, végigszaladok gyors rajta. Jobb adat volt, igen, jobb adat volt Gámból. Nagyon jó, és ez is csak jobbra kell menni, srácok. Hát következő helyen már nem is sok... Elrontottam? Mi van? Most... Ja, megint rosszul mentem? Vagy... Mi van? Na várjatok, ez szerintem ez így nem jó. Vagy mi van? Mi történt most? Ezt én nem tudom most. Ja, rossz, jó, jó, ez még nem az a kérdés volt. Jó, én vagyok a buta, én vagyok a buta, elnézést. Jó, itt meg jobbra. Így is van, nagyszerű, jó, én rontottam el, bocsi srácok. Mit szeret Dani? Úristen. A nézőit, vagy a buta kommenteket? Hát, srácok, kitaláljátok, szerintetek mit szeret Dani? Vagy, mi nem lehet, ó, várjatok, mi nem lehet odaírni eszélyet, hogy lájkokat? Amúgy szerintem ez elég egyértelmű, tehát most egyértelmű, hogy a buta komment, nem úgy vicceltem a nézőimet, imádom, bármit megtennék a nézőimért. Jó, nyer, lol, itt van Granny. Hello Granny. Szia, nem gondoltam volna, hogy ennek a végén találkozok veled. Itt egy ajtó. Na, király, itt el tudok menni. Itt ez milyen ajtó? Ez nem tudom, hogy milyen ajtó. Na várj, mi? Kivette a gyémántokat? Granny! Granny! De mi ellopta a cuccaimat? Nem már! Ezeket most nyertem a kvízes feladaton, Granny! Nehogy már ennyire! Na most komolyan! Most komolyan, most el kell venned előlem a gyereményt, ennyire rosszul megy manapság, hallott, hát nem tudom, hogy te régen mennyire voltál jó fej vagy gonosz, mert nem nagyon nem emlékszek, mert tényleg nagyon rég találkoztunk, hello! Nem tudja, hogy itt vagyok mögötte. Ez így akarsz előlem elbújni, mert így nem fog menni. Amúgy megbírom egyetlen lőni, vagy valami? Mert amúgy az érdekel, hogy egyetlen... Hajd, ne jó, most így lemaradok. Granny, gyere vissza! Hova? Ne! Merre ment? Erre kellett mennie. Hova tűnt? Ne már! Most komolyan elhagytam? Erre kellett való merre menni, nem? Haj, Istenem! Nehogy már elszököttem el nyereményemmel, itt van lent. Nem. Srácok, valaki nem látta? Valaki most komolyan... Istenem. Jó, feléptek egy fára, hátha. Talán feléptek egy fára, hátha meglátom. Léci. Valahol ott egy ilyen izéház. Lehet, hogy oda menekült? Ja, ott van. Ott van! Ott van! Megvan, 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 megvan! Jó, gyerünk, fussunk, fussunk, fussunk. Jó, elérjük még. Elérjük még, vissza kell szerezzünk a nyereményünk. Ott van. Ott van fenn a fán. Azt hiszed, hogy elhubulhatsz előlem, Granny? Azt hiszed? Na, várjál. Várjál, felépítek. Így is van. Jó. Ha-ha-ha, itt vagyok. Szia. Hello, szia! Na, mi van, Granny? Na, mi van? Na, mi van? Nem annyira könnyű elbújni előlem mégiscsak? Haha! Jaj, na, Granny, add vissza a nyereményem! Vagy nem tudom, érted? Tehát most én is csak nem tudom, az amúgy alapból ugye a tiéd volt és te akartad nekem adni. Vagy te is kivitted, vagy nem tudom. De érted, hát most ott volt a nyeremény, ezt úgy érted, ki akarom venni? Vagy ez alapból ez a te titkos bázisod volt, vagy nem? Én is szerettem volna cuccokat. Hát figyelj, igazából nem azért mondom, de el lehet osztani. Köszi. Hát figyelj, Granny, most nem azért mondom, de várjál, ne szomorkodj már, nyugi, várjál, megosztozunk. Figyelj, gyere. Várjál, csinálok egy ilyet. Jó, csinálok egy crafting table-t. Várjál. Csinálok neked is cuccokat, jó? Gyere, nem kell elmenned, nehogy elmenekülj meg bármi. Gyors, ezeket így lecraftolom. Jó, lecraftolok többet. Jó, csinálok egy gyémánt mellest, sőt kettő gyémánt mellest. Csinálok kettő gyémánt nacit. Oké, és csinálok kettő gyémánt fejest. És kettő gyémánt csizmát, és mindjárt kettő kardot is. Várjál, Granny. Tessék. Tessék, elosszuk. Egy ilyen. Jó, ezt én is felveszem, és kapsz egy gyémánt kardot, és mondjuk ezeket mondjuk így megkapod, jó? Ez egyszer 64 gyémánt.
meg ennek a felét akkor így, és aztán ez így igazságos, meg ennek a felét is. Tessék, látod, el lehet ezt osztani, nem kell egyből ellopni és elmenekülni. Látod, én nem vagyok olyan gonosz, hogy az egészet elvegyem, akkor szépen ezt így megfelezzük, jó? Na ez így jó neked, Reni? Igen? Jó, rendben van, hát. Granny, akkor én örültem, hogy találkozhattunk, ja. És hogyha, nem tudom, hogyha még találkozunk egyszer, akkor biztos, hogy jó lesz. Na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el, 2 perc múlva a nagy csatornámon kezdődik a következő premier, mindenféleképpen legyetek ott. Ott is hallják titeket szeretettel, ott leszek remélhetőleg a cseten, de amúgy eléggé valószínű, hogy ott leszek. És iratkozzatok fel ugye a csatornámra, lehetőleg nyomjatok meg ugye a csengőt a nagy csatornámon is. És ja, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett. Pacsi mindenkinek, és hát találkozunk legközelebb is. Sziasztok!